Megfordulunk és megállunk a túloldalon. Csak mondom, hogy nem egészséges visszatartani. Bizonyám. Honnan jöhetett az a kombi? A világért sem akarok magára ijeszteni Simon. De tudnia kell, hogy készen állok arra, hogy végigcsináljam. Mit? Miről beszél? Be fogok szarni, Simon, de nem gond. Nem, ami azt illeti, Ken, igenis gond. Oké? Nem létezik olyan világ, ahol ez ne lenne gond. Hát, ez a világ létezik, és itt ez a helyzet. Készüljön, mert én már innen nem szállok ki. Ken! Ken! Nem szarhat a kocsiba. Oké, beugrom a bankba. Nem sokára jövök. Szuper. Mindenkinek hoznia kell nehéz döntéseket. Az enyém ez. Már túl közel vagyunk, és már nincs vissza. Én értem, amit mond. De nem szarhat a kocsiba, Ken. Ezt nem teheti. Bérautó, kifizeti a takarítást, és mind tovább lépünk. Ja, bérautó, de én bérlem. Mások azt se vallanák be, ha szarniuk kell. Találnának valami kifogást, és kiszállnának a kocsiból. Maga egy felnőtt férfi. Keressen egy mosdót. Vagy szarjon oda a bozótosba, nekem tök mindegy. De ebbe a kocsiba nem kerülhet egy... Szent szar. 30-as nő. Egy 50 sovány testalkat. Betegesen vidám. A Moby Dickem. A győzelem. Jézus! Fasza! Mint valami állat. Ugye csak viccel? Elment az esze, bassza meg! A pofám leszakad. Az ember nem szarik egy autóban. Tudom és sajnálom. De olyan ez, mint a normandiai partra szállás. Nem olyan, ez nem hősiesség, csak rossz gyomormenedzsment. Olyan a szaga, mint egy kibaszott pöcegödörnek. Dörgölőzzön a fűbe, mint egy kiskutya, és vigye innen a szaros senkét. Nem akarom, hogy az ülésre menjen, úgyhogy majd ilyen féloldalasan ülök. De a csaj megvan.